A, figyelő, a leglényegesebb a komplexitás egy ilyen épületfelújításnál, hogy én föltettem a napelemet, de gázzal főzök, hogy a villanyon nem rotyog meg a bableves, ott ülnek lenne a babok az aján, mint a kusztokapitány, azt várják, hogy följönnek a felszínre a villanyosnál. Ugye meg a szigetelés, az teljesen fölösleges, mert matekes vagyok, kiszámoltam, hogy ugye rezsicsökkentették, fütök a gázzal, a felett a rezsicsökkentett villany, ha az is elfogy, akkor meg bedurrantom az olajkáját, ami be van kötve a kompenzációs gázkazának kéményében, Még én nem fogok két kéményt csinálni, akár vannak a katasztrofa védő. Nem jön kétszer a Mikulás, mi? Ugye? A másik meg az, hogy így a napelemet eleve úgy installáltam, hogy ott van az utcai lámpa alatt. Azt ha világos van, Sötét, az termel. Gondolkodtam egyébként szigetüzembe is, gázos szigetüzembe, de azt mondták, hogy ez nem lehet, kivéve, hogyha nem egy földgáz mezőn van az ingatlan, de hát ugye hát minden nem alakulhat ilyen jó. Illetve hát így a tére is gondolok, ezért van itt ez a jacuzzi, mert ezt a villanszerelésből megmaradt bermontcsővel bekötöttem ide a kocsi felhajtó alá. Aztán a cirkulál így a meleg víz, amíg el nem fagy. Itt még nem volt jég, itt még nem volt jég, úgyhogy ez a fontos, a komplex gondolkodás. Ugye szakértő úr, a komplexitás! Jól mondod, jól mondod, bár azért volna itt még pár apróság. Az elhangzottak. Ám nagyon jól hangzanak, de van egy-két olyan dolog, amit meg kell, hogy említsek. A rezsicsökkentés csökkentése óta nagyon sokan próbálnak szabadulni a gáztól és alternatív fűtési megoldásokat találni. Mik jöhetnek szóba? Elektromos fűtés. Lehet hőszivattyúval, napelemmel, infrapanelt is fel lehet rakni bentre, illetve nagyon sokan próbálkoznak a fával, fatüzelésű kazánt szerelnének be az ingatlanjukba. Ugye itt ezekkel a megoldásokkal több probléma is lehet. Vegyük például az elektromos fűtést. Hiába szeretnénk mi elektromos fűtésre rátérni, ha például összesen egy fázisunk van otthon, és az elektromos kábelek sem olyan minőségűek, akkor kapásból azzal kell kezdeni, hogy három fázisra kell bővítenünk, elektromos hálózatot kell cserélnünk, úgyhogy a végére lehet, hogy kijön, hogy egyáltalán nem is érte meg ez az elektromos fűtésre való áttérés. Vagy mi van akkor, ha fával szeretnénk mostantól tüzelni? Ugye ez sem egy olyan egyszerű történet, be kell szereznünk, szereznünk akkor egy vegyes tüzelésű kazánt, vagy valamilyen Fa, a fatüzelésük azánt, és ahhoz kell egy külön kémény kialakítás, kell kéménybélelés, kellenek rá engedélyek. Ez megint csak rengeteg költséggel jár. Elképzelhető, hogy ez végső soron megint csak nem fogja megoldani a problémánkat, mert a végén rengeteg pénzt elköltöttünk különböző fűtési módszerekre, és egyik se fogja igazából megoldani a problémánkat. Mit lehet helyette tenni? Komplexen át kell gondolni, meg kell tervezni az egész kérdéskört. Legjobb, hogyha eleve nem is használjuk el azt a bizonyos energiát, úgyhogy hőszigetelünk, nyílászárót cserélünk, és ezt követően választjuk ki a megfelelő fűtésrendszert, ami lehet elektromos is, lehet gázos is, lehet fával is tüzelni, lehet ezt akár kombinálni is, de mindenképpen gondoljuk át. Napelemre építeni a fűtésrendszerünket jövő évtől kezdve megint csak nem lesz jó döntés, hiszen a szaldó elszámolás megszűnésével sokkal kedvezőtlenebb lesz a napelemes rendszerrel való fűtés. Épp ezért itt is a legfontosabb az, hogy valahogy csökkentsük a felhasznált energiánkat, és akkor lehet, hogy nem is lesz szükség igazából nagy mennyiségű napelemre. Szakértő úrja, jön ide! Elárulok egy titkot, csak így kettőnk között, hogy villanyórába beköttettem a gázt, így, ahogy fújja, így visszafújja a kilowattot. Energiahatékonysági kérdésekben inkább fordulja a Renopont szakértőihez ingyen. Renopont.hu